Őszinte tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Térjünk erre a bizonyos Kína tanulmányra, amit alapvető tesztfeladattá nőtte ki magát. Indítsunk a gondolkodás eddig megismert igazságainak a birtokában. Ez a cím bizony nem kelti fel az emberek érdeklődését, mert ami Kínából jön, az nem lehet jó. A józsefvárosi piac termékeire gondoljunk, úgy alapvetően mindegyik gagyi, nem? Szóval nagyon ritka ott találni valami olyat, amire az ember méltán odafigyel. Tehát, hogyha egy tanulmány ezt a címet viseli, hogy Kína tanulmány, akkor sokak beidegződése ezzel összefüggésben az, hogy na, az előítélet jegyében én ebből köszönöm, nem kérek. Kínáról a kínai faj jut eszünkbe, mint állítólag az űrből is látható óriási emberi alkotás, az újabban felfedezett agyaghadsereg, és ez a bizonyos Kína tanulmány pedig ilyen hangzatos jelzőkkel társul, ezek a hangzatos jelzők pedig eleve gyanút keltenek. Amit ennyire dicsérnek, az nem biztos, hogy igaz. Ott a túlzó nagy szavak próbálják a valóságot elleplezni. Ugye Kína maga is a nagy ismeretlen óriás, nem igazán lehet tudni, hogy ott mi zajlik, mi nem zajlik. Az a sok-sok furcsa számunkra érthetetlen betű, vagy igazán tartalmilag nem azonosítható kifejezés is ezt a bizonyos belső bizonytalanságot, tétovaságot erősíti. És hát újra hangsúlyoznám, hogy ezek a túlzó dicsérő szavak, mert hogy azt mondja, a valaha elvégzett legátfogóbb táplálkozástudományi vizsgálat eredményei és megdöbbentő következtetései. Szóval megmondom, hogy én hogy jutottam hozzá. 2005-ben kint voltam Amerikában egy konferencián, és az egyik barátom mondta, hogy te, a Kína tanulmány megjelent. Mondom, tényleg? Hát és akkor mit csináljak vele? Bocs, de nem volt különösebb vágyam arra, hogy egy Kína tanulmány nevű anyagot megismerjek. Hát ezt a barátomat sokra becsülöm, ezért megvettem. De csak mondta, hogy ilyen még nem volt, stb. Tehát ő is a maga hangzatos nagy szavaival próbált hatni rám. Miután nekem semmi kedvem nem volt lefordítani, fiammal lefordítattam. És úgy rajzottak rá a barátok és az ismerősök, mint a méhek a mézre, vagy a virágra, a nektárra. Hű, tényleg, nem másolhatnám, lemondom, nincs kiadási jogunk, nem szeretnék bajba kerülni. De hát nem adom senkinek, szóval egyszerűen olyan volt a hírverés körülötten, mondom, én is elolvasom. Elolvastam, és ezek a túlzó nagy szavak igaznak bizonyultak. Mindjárt meglátjuk. Ez a szerző egy amerikai tudós, Colin Campbellnek hívják, aki a Cornell Egyetemen állatorvosi diplomát szerzett, azután ott maradt az egyetemen belül, és hát különféle tudományos tevékenységet végzett, olyannyira, hogy sokáig például a biokémia táplálkozástani szekciónak a professzorává vált, a dioxin társfelfedezője is lehetne sorolni a tudományos érdemeit, több mint 300 tudományos cikket írt, és ezzel a bizonyos Kína tanulmánnyal szerzett voltak éppen világszéles elismertséget. Ez egy 30 éven át folytatott kísérlet vagy vizsgálat sorozat volt, majd látni fogjuk a későbbiekben az adatok alapján 880 millió kínaira terjedt ki. Szóval ez a legátfogóbb, ugye Kínában lehet ilyen óriási szavakat használni csak igazán, a lakosság mértéke, mennyisége miatt. 2400 megyére terjedt ki, és 12 féle ráktípust vizsgáltak, arra vonatkozóan, hogy a lakosság eloszlását tekintve ez hol lángolt fel, hol mutat mondjuk kirívó eseteket, és miután a lakosság majdnem 90%-a egy úgynevezett Han népcsoporthoz tartozik,
ezért a nemzetiségbeli különbségek sem igazán játszottak szerepet. Gyakorlatilag egy vérből valók voltak mind, tehát egy ilyen jellegű vizsgálat sorozatot ott lehetett a legeredményesebben és a legfigyelemre méltóbb és szélsőségességeket kizáró eredményeket elérni. Ugye sok elgondolás jelent meg az információ dömping világában. Tudjuk, hogy a tudomány a politika és a gazdaság élet kiszolgálója, és itt vetődik fel újra a gondolkodás művészetének gyakorlása kapcsán, hogy vannak-e biztos válaszok. Mert azt jól tudjuk, hogy ártalmas információk vannak, ahol az érdek megjelenik az információ mögött például. Áltudományos jelszavak és áltudományos elképzelések. Itt vannak ilyen, hogy is mondjam, népszerű és az emberek érdeklődését azonnal felkeltő fogyókúrás elképzelések. Itt szeretném elmondani, hogy a gondolkodásnak milyen óriási szerepe van itt is. A legtöbb fogyókúrás szer vízhajtó. Tehát, ha én beszedem, egy hét alatt úgy elmegy 5 kiló, hogy észre sem veszem. Hűha! Ha 5 kiló ilyen gyorsan lemegy, mit csinálok? Büntetlenül elkezdek enni. De az már nem víz, ami beépül, az nem fog ilyen gyorsan elmenni. Tehát miután látom a látványos eredményt, sőt tapasztalom, öröm ráállni a mérlegre, mert már megint egy kilóval kevesebb vagyok, és akkor már vacsorázni kezdek megint. Jó nehéz ételeket fogyasztok. A mennyiséggel sem igazán bánok óvatosan. Ugye vannak ilyen divatos diéták, nem szeretném őket lejáratni, ez a bizonyos Atkins, meg paleolit. Hát, hogy mondjam, hangzatos, Atkins 60 éves kora előtt eltávozott közülünk. Tehát nem igazán a hosszú élet titka mindaz, amit képviselt. Aztán élelmiszeripari propaganda is megjelenik sok esetben. Nem tudjuk, hogy miben mi van, az elszámok is sok-sok bizonytalanságot keltenek. Kinek van arra energiája, hogy mindegyiknek utána járjon ebben most? Láttam olyan embert vásárolni a boltban, aki nagyítóval vizsgálgatta az egyes termékeket, mert ezek az izgalmas dolgok olyan apró betűvel vannak ráírva a csomagolásra, hogy tényleg kell vinni egy zsebnagyítót, olyan négyszeres, ötszörös nagyítással, hogy valamit tudjunk kezdeni velük. Összegeztem ilyen megállapításokban mindazt, amire érdemes odafigyelni. Az általános véleménnyel ezek ellentétesek. Például a környezetben és a táplálékban lévő szintetikus vegyi anyagok nem a rosszindulatú daganatok fő okai. Ugye mindenki fél a mérgektől, mindenki fél attól, hogy jaj, mi van még azon túl az ételben, amit maga a borító vagy a csomagolás képvisel. Megnyugodhat mindenki. A környezetben és a táplálékban lévő szintetikus vegyi anyagok önmagukban nem okoznak rákot. Úgy kell felfogni vagy elképzelni ezeket, hogy olyan ez, mint egy töltött puska. Most az egyik csövével foglalkozunk, az egyik csőbe mondjuk ezt a kockázati tényezőt töltjük. Mikor sül el a puska? Hát ha precízen akarok fogalmazni, nem tudom, van-e közöttünk katonaviselt ember, nem a ravaszt, hanem az elsütő billentyűt, ha valaki elhúzza, akkor elsül a puska. De ha meg van töltve, és ez a bizonyos szerkezethez nem nyúl az ember, akkor ott van veszélytelenül, igaz, potenciális veszélyhordozó, de nem kell piszkálni. Na nézzük a másik megállapítást. Nem a szüleinktől örökölt gének a legfontosabb meghatározói, hogy áldozatul essünk valamelyik vezető haláloknak. Tehát ez a másik cső. Örököltem valamire való hajlamot, adottságokat. Ez a másik cső megtöltve. Ez a töltény. Mikor sül el? Az elsütő billentyűt piszkálom. Az elsütő billentyű pedig az életmód. És főleg a magunkhoz vett táplálék. Erről szól a kína tanulmány, és azért próbálom ezt egy ilyen teszt gondolatsor jegyében képviselni,
hogy vajon működik-e mindaz, amit a korábbi alkalmakon itt közösen átgondoltunk. Működik-e, visszaszereztük-e a gondolkodás elvesztett művészetét, mert ha valaminek az igaz voltáról meggyőződöm, ugye befogadom az információt, annak igaz voltával való közösségvállalás pedig döntési helyzetet teremt. És hogy én megtanultam gondolkodni, ezt azzal juttatom kifejezésre, hogy a megismert igazságot beépítem az életembe, és a rendelkezésemre álló lehetőségek birtokában aszerint élek, mert a javamat szolgálja. Igaz, ha még emlékszünk rá, bár a múltkor is iszonyú mennyiségű információ dömping zúdult önökre, de az egészből kiemelnék egy kulcsmondatot. A világ összes bizonyítékát itt felsorakoztathatjuk. Ha én érzelmileg nem tudok közösséget vállalni azzal, amit elhangzott, akkor a bizonyítékok semmit nem érnek. Ha engedem felnőni önmagamban azt a belső ellenállást, hiába igaz, én nem akarom, vagy hiába igaz, de keresem a fogást rajta, hát ha találok valamiféle bizonytalansági tényezőt, akár mit tudom én, az eladó szemeszíne, vagy magasság, vagy bármi, valami nem tetszik, és akkor érzelmileg elhatárolódom a különben igaz dolgoktól. Hát így játsszuk ki olykor saját magunk ellen, saját magunkat. Na nézzük akkor a harmadik megállapítást. A vitaminok és táplálék kiegészítők nem nyújtanak hosszú távú védelmet. Negyedik megállapítás. A legtöbb betegség nem gyógyítható gyógyszerekkel vagy műtétekkel. Az orvosok is gyakran tájékozatlanok, és van egy kötelező szakmai protokoll. Amit mi itt képviselünk, az hogy is mondjam, nem a kötelező szakmai protokoll gondolatmenetét hordozza, mert mi nem vagyunk a szakma elkötelezettjei, hanem keressük azokat az utakat, amelyek az élettani ismeretekkel és a szervezet működésével megegyezésben valóban a javunkat szolgálják. Majd látni fogjuk, hogy ebben a Kína tanulmányban található információ mennyiben ellentétes mindazzal, amit manapság a táplálkozástudomány idézőjelbe téve a javunkra mutat be. A Kína tanulmány újra definiálja a helyes táplálkozás fogalmát. Látszólag gyógyíthatatlan betegségek esetén a helyes táplálkozás megmentheti az életünket. A legnevesebb tudományos folyóiratokban megjelent publikációk kimutatják, hogy életmódváltoztatás segítségével cukorbetegek elhagyhatják gyógyszereiket. A szívbetegségek visszafordíthatóak csupán diétával is. Ez lenne a következő előadás. Az emlőrák a vér női nemi hormonszintjével áll kapcsolatban, és ez viszont a táplálékkal függ össze. A tejtermékek fogyasztása növeli a prostatarák kockázatát. Az antioxidánsok jobb időskori teljesítőképességgel összefüggésbe hozhatók, de nem igazán pótolják az életmódváltoztatás hatékonyságát. A betegségek elleni legerősebb fegyver a helyes táplálék vagy a helyes táplálkozás. Ez a Kína tanulmány egyik üzenete. Nézzük tovább. Clive McKay professzor ugyancsak a Cornell Egyetemen tanult. Patkányok életét meghosszabbították azáltal, hogy kevesebbet kaptak enni. Mondjuk a patkányok életének a meghosszabbításáért nem jár Nobel-díj, mert ugye a patkány fogyóeszköz, kísérleti állat, de minden esetre ezt az óriási igazságot a patkányok feláldozásával kimutatták. Azok a patkányok, amelyek kevesebbet kaptak enni, sőt a felét annak, mint a többiek, legalább kétszer annyi ideig éltek. Egy ősi hindu megállapítás pedig a következőképpen hangzik: Shiva Isten minden embernek kirendelte az egész életére elégséges, vagy életére
szánt táplálékmennyiséget. És akkor ebből a gondolkodás visszaszerzett művészete alapján milyen következtetést tudunk levonni. Tehát aki előbb megeszi, előbb megy. Nem? Egyszerű. Egy bizonyos életkor felett az a legegészségesebb táplálék, amit nem eszünk meg. Ugye tudjuk bizonyára, hogy az ilyen aszkéta típusú, vagy ilyen viszonylag vékony testalkatú, de szívós emberek sokkal tovább élnek, mint akik, hát hogy úgy mondjam, nagyon is hódolnak az evés élvezetének. A környezeti mérgek és a táplálkozás kérdését akkor vizsgáljuk. A kína tanulmány egyetlen méreganyagra koncentrál, ez pedig az aflatoxin, a penész gomba mérge. Amin ez a bizonyos penész megjelenik, legyen az kukorica, legyen az mogyoró, legyen bármi, az aflatoxinnal, tehát ezzel a májrákot előidézni képes, méreggel fertőzött. Ez a bizonyos professzor, akinek a tanulmányát itt most próbáljuk átgondolni, ez a Colin Campbell nevű, az aflatoxin kutatás területén szerzett érdemeket magának, hogy utaltam rá, ő volt az, aki a dioxint felfedezte, és elsősorban Távol-Keleten, de különösképpen Indiában és Kínában folytatott ilyen jellegű vizsgálatokat, és megalapította azt, hogy a Fülöp-szigeteken például a májrák, az aflatoxinnak köszönhetően kialakuló májrák, főleg azokat a gyerekeket sújtotta, akiknek a szülei jómódúak voltak. Mert ezek megengedhették maguknak azt, hogy a jóléti társadalmak étrendjét meghonosítsák. Ugye a Fülöp-szigeteken amerikai katonák állomásoztak, és az amerikai életforma a nagyon egyszerű és szegény lakosság számára, hát hogy úgy mondjam, az amerikai álommal volt egyenértékű, és az amerikai jelképek egyike pedig a földi mogyoró vaj. És ott is meghonosították a földi mogyoró termelést, de hát nem az amerikai vagy a civilizált országokra jellemző precizitással, ezért nagy hegyekben állt az amerikai mogyoró, a leszületelt amerikai mogyoró, és hagyták ott szépen penészedni. De feldolgozták, mert ugye drága nyersanyagról van szó, és például adott esetben az aflatoxin mennyiségére kihegyezett vizsgálat alapján egyes élelmiszereknél 300-szoros volt az aflatoxin mennyiség a megengedetthez képest. Tehát el lehet képzelni, hogy micsoda borzasztó mérgező hatása volt, és amikor a gyerekeket megették, nem lett semmi bajuk. A 300-szoros aflatoxin jelenlét ellenére sem. Majd kiderül, hogy miért. Itt van az utolsó megjegyzésben. A legtöbb fehérjét fogyasztó gyermekek a leghajlamosabbak a májrák kialakulására. Mert ez esetben a táplálék és ezen belül a fehérje, főleg az állati fehérje az az elsütő billentyű, amelyik beindítja a megtöltött puskát. Elsül. Kialakul a májrák. Egy Indiában végzett kutatás pedig a következőképpen nézett ki. Két csoportot különítettek el. Az egyik csoport esetében a táplálékban volt aflatoxin, és 20% fehérjét kaptak. Ennek az eredménye a májrák. A másik csoport ugyanannyi aflatoxint kellett, hogy elfogyasszon, de 5% szinten tartották az állati fehérjét, és nem alakult ki májrák. Tehát újra hangsúlyoznám, az állati fehérje az elsütő billentyű működés közben. Tehát a táplálkozás hívja életre a karcinogéneket, a fehérje bevitel a bűnös. Amikor én középiskolába jártam, és ráadásul sportolni is, apám mindig azt mondta, rengeteg fehérjét egyél. Az a lényeg. Szóval ez a beidegződés, a fehérje a jólét szimbóluma. A fehérjebevitel az egészség, az erő képviselete.
Szóval milyen jó, hogy én utáltam a húst. És inkább lencsét, meg sóskát, meg eféléket ettem, és hát ennek ellen, mondjuk izomtömeg nem nőtt, pedig nagyon szerettem volna, hogyha nő egy kis izomtömeg is. Már a villamos fel tudtam borítani, de még mindig cingár voltam, és ez nagyon rosszul esett. De és ez annak volt köszönhető, hogy olyan jellegű táplálékokat nem fogyasztottam, amelyek az izomtömeget növelik, és ez a fehérje többnyire, főleg az állati fehérje, viszont növényi fehérjéből magamhoz vettem annyit, hogy azért megnőttem, olyan, most már olyan átlagember vagyok, amikor fiatal voltam, akkor még magasnak számítottam, de hát ezek a ma született gyerekek, ezek úgy nőnek, mint a gomba. Tudom is, hogy körülbelül miért, de azt majd nem mondom el, mert hogy esetleg megijednek. Na nézzük tovább. Ötödik megállapítás. A fehérje bevitel mennyiségének változtatásával a ráksejtek ki- és bekapcsolhatók. A legerősebb rákot előidéző fehérje a kazein. Biztonságos fehérjének számít a búza, tehát a gabonafélék és a szója. A kazein a tejfehérje. A folyékony tejben is van bőven belőle, de a töményben, mondjuk a sajtfélékben, a túrófélékben, amennyire a folyékony tejhez képest ezek sűrűbbek, annyival több tejfehérje van bennük. Nos, a Kína tanulmány, most már közelítünk, még a Kína tanulmányról nem sok szó esett, de most már közelítünk. Több mint 8000 statisztikailag szignifikáns összefüggést állapított meg a különböző táplálkozási tényezők és betegségek kialakulása között. A legtöbb állati eredetű táplálékot fogyasztó embereknél a legtöbb krónikus betegség alakult ki. A növényi táplálékot fogyasztók a legegészségesebbek. Itt aztán különböző daganatokra, meg betegségekre, főleg civilizációs jellegű betegségekre irányul a figyelem. Daganatok, autoimmun rendellenességek, csontok, vesék egészsége, látás, időskori agyi elváltozások mind az étrend hatása alatt állnak. Ezek a betegségek visszafordíthatók, megelőzhetők, teljes ételekből álló növényi alapú étrend segítségével. Na, problémák és megoldások. Járványszerű elhízás, járványszerű cukorbetegség, járványszerű szívbetegség, járványszerű rákos elváltozások, járványszerű csontritkulás. Amerikában az egészségügyi ellátórendszer a harmadik leggyakoribb halálozási ok. Azért ez is megfontolandó. Nem kéne olykor-olykor az életmóddal a saját kezünkbe venni a saját sorsunkat? És akkor nézzük, hogy miféle egyéb tényezők játszanak itt szerepet. Orvosi műhibák, gyógyszerezési hiba, ugye a mellékhatásokra való oda nem figyelés, sebészeti beavatkozások, kórházban szerzett fertőzés, biztos tudjuk, hogy a kórházban szerzett fertőzés szinte gyógyíthatatlan, mert valamennyi kórházban használt antibiotikum elleni rezisztenciát kialakító baktérium törzsek tenyésznek a kórházban. Tehát ugye, ami a kínálatban, mint antibiotikum létezik, azt a kórházban mind kipróbálták. Ezekkel szemben a kórházban tenyésző baktériumok kialakították az ellenállást. Ha és én ott bekapok valamit, akkor ha nem túlzottan erős az immunrendszerem, akár elvonulok. Mert hogy nem tudják a bakteriális fertőzést kezelni. Nézzük tovább. Meg kell ismerni a tényeket. Itt lép be a képbe a gondolkodás, mint olyan. A tudósok a részletekre összpontosítanak, és figyelmen kívül hagyják a magasabb összefüggéseket, a természet összefüggéseit. A növény alapú étrend előnyei szerteágazóbbak és figyelemre méltóbbak, mint bármely gyógyszeré vagy sebészeti beavatkozásé. A betegségek megelőzhetők vagy visszafordíthatók. A rák növekedése táplálkozással ki- és bekapcsolható az erős genetikai hajlam ellenére is. Most akkor nézzük, hogy ez a bűnös táplálékféle milyen jellegzetességekkel, tulajdonságokkal rendelkezik. 1839-ben egy Gerhard Mulder nevű
holland kémikus fedezte fel ezt a nitrogén tartalmú vegyületet. És a neve is utal rá, hogy milyen fontosságot tulajdonítottak neki, mert Proteusnak, egy görög szó, első rendűen fontosnak nevezték, és ugye az előbb is utaltam rá, hogy a közfelfogásban a fehérje egyenlő a hússal, és úgy gondolták, hogy jóból nem árt a sok. Tehát a bőséges fehérjeellátás a civilizált ember előjoga, szemben mondjuk a nagyon szegény országokban élő, jobbára növényi alapú étrendet fogyasztó emberekkel szemben. Afrikában a nagyon szegény népek körében ismeretlenek a civilizációs betegségek. Nincs se magas vérnyomás, nincs cukorbetegség, nincs rák, nincs csontritkulás. Még idős korban sem fedeznek fel csontritkulást, mert a csontritkulás az nem az életkor betegsége, hanem ugyancsak életmód betegség. Valamikor a 18. században, 17.-18. század határmesdjén elhunyt időskori embereket exhumáltak, 70-80 éves korban hunytak el, és megalapították, hogy a csontsűrűségük olyan, mint a mai fiataloké. Tehát amikor valaki egyszerű, növény alapú táplálékot fogyaszt, és fizikai munkát végez, akkor nem pusztul a csontállomány. Különben a csontállományt most is lehet növelni mozgással. Mozgással és olyan anyagok fogyasztásával, amelyek nem ürítik a kálciumot. A tej például hiába van tele kálciummal, üríti. A mák, a szezámmag viszont, ha nem is teljes kálciumtartalmával, de beépül. Tehát megint csak növényi alapú étrendnél vagyunk. A fehérjék több százezernyi fajtája ismert, a hosszú láncok sok száz vagy ezer aminósavból állnak, 15-20 az esszenciálisok száma, és azt mondják, hogy ezek az esszenciális aminósavak jobbára állati fehérjében, illetve állati termékekben találhatók. Hús, tej, tojás. Viszont megállapítást nyert, hogy a növényi fehérjék egészségesebbek, és úgynevezett komplementek, tehát egymást kiegészítő növényi fehérje források együtt fogyasztása viszont egészséges. A gyermektáplálásról csak annyit, hogy általában félnek attól a gyermekorvosok, hogy ha a gyermek kiskorában nem kap elég fehérjét, akkor bizony elmaradott lesz. Tény és való, hogy a növényi táplálékon nevelt gyermekek 17-18 éves korukig az átlagos táplálékon felnőtt gyerekek testtömegét nem érik el. Viszont az intelligencia hányadosuk legalább 10-15%-kal magasabb, és 19-20 éves korukra pedig elérik a közönséges táplálékon felnőtt gyermekek magasságát és testtömegét. Viszont sokkal egészségesebbek. Ugye itt aztán megint megjelenik a földi mogyoró, mert hogy a földi mogyoró is komoly fehérjeforrás, viszont újra hangsúlyoznám, hogy az egyik legerőteljesebb karcinogén az aflatoxin. A földi mogyoró és a kukorica a legszennyezettebb. Én magam is voltam kukoricát törni, az ember lehúzza azt a csuhéját, és ott van a penész, ha nem is a teljes csőre kiterjedve, és hát láttam, hogy a penészes csövet is dobják be a nagy feldolgozás közegébe, és nem igazán dobálják ki azt, ami félig vagy egészen penészes, mert hogy az a termés átlagot rontja. A mogyoró vajban az engedélyezett érték 300-szorosát mérték, erre utaltam az előbb, és a gyermekek a legfogékonyabbak az aflatoxin májrákot kiváltó hatására. A fehérjével jobban ellátott, gazdagabb családokban élő gyermekek voltak a legveszélyeztetettebbek. Újra a százalék, 20% körüli fehérjebevitelnél aflatoxin jelenlétében biztos a májrák, 5-10% között legfeljebb 12%-nál nem alakul ki májrákos elváltozás. Hogyan lehet a rákot kikapcsolni? Ez ugye egy fontos dolog. A rákkeltők. Ugye van ez a bizonyos aminotriazol, növényvédő, DDT, nitritek.
A nititek nem csak a vízben találhatók, hanem tartósító, színező, ízfokozó anyagokban is. Mesterséges édesítőszerekben, ciklamátok, szaharin, dioxin, gyomirtó akár a táplálékkal együtt is bekerülhet. Aflatoxin, nátrium, nitrit, nitrát, húskonzerváló. Az, hogy a hús most olyan szép és olyan incsiklandozónak tűnik már a látvány alapján is. Szemben azzal, amikor még, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt mászkáltam az utcán, mindig valahova megyek, mindig jóval korábban érkezem, és azt az időt, amit várakozással kell eltöltenem, azt mászkálással töltöm, és elmentem, élénken él bennem az emléke, elmentem egy húsbolt előtt, még nem volt nyitva. És a kirakatban zöldes, lilás, árnyalatú csirkék lógtak, megkopasztva nyakuknál fogva. Ugye el is gondoltam, hogy ki az az őrült spanyol, aki ezt megveszi a látvány alapján. Hát annyira gusztustalan volt, hogy arra nincs kifejezés, lehet, hogy már szaga is volt, a kirakaton keresztül nem éreztem. Megveszik és megeszik. Most már ugye sáfrány, kurkuma, mindenféle páclevek, egyebek megadják neki azt a nagyon szép, látványos és szinte fogyasztásra magát felkínáló szint. Nitrózaminok. A nitrózaminokról is tudni kell például, hogy nagyon erős karcinogén, és ezek a nitritek és hát a nitráttal összefüggő vegyi anyagok a nyirokszervi daganatok kialakulását igen-igen komoly mértékig elősegítik. Na most egy kis közös nyelvi gyakorlatot végzünk, jó? A ráknak három stádiuma van. Iniciáció, mit jelent? Az iniciálé ismerős szó? Az iniciálé, igen, na hát összefügg ezzel. Az iniciálé az a kezdő, nagyon szép színes betű a régi könyvekben. Tehát ez az iniciáció azt jelenti, hogy ez a kiváltó, a kezdeti. Ez a rák kiindulásának az első stádiuma. A promóció pedig az előmozdítás, az elősegítés. A progresszió pedig az, amikor szétterjed. A karcinogének a normális sejteket genetikailag módosítják, mutálják. Csak emlékeztetően mondanám, hogy a gondolkodás adott esetben génszintű hatást vált ki. Tehát, hogyha én negatív gondolatokkal foglalkozom, ennek megfelelő negatív érzelmek jelennek meg, és ennek megfelelő vegyi anyagok keletkeznek, akkor lehet, hogy a gondolataim rásegítenek az amúgy is jelenlévő rákot kiváltó tényező hatására. De az is lehet, hogyha én pozitív gondolatokkal vagyok elfoglalva, és ennek megfelelően egy ellentétes irányú láncreakció indul el, akkor hiába vagyok tele mindenféle méreggel, lehet, hogy a pozitív gondolkodás megtart engem, távol tart engem az eféle elváltozásoktól. Nézzük tovább. Az iniciációs fázis rövid, mert a karcinogénnel, a rákot kiváltó tényezővel érintkezni, az egy pillanat műve is lehet. Hogy történik? A rákot kiváltó anyag bekerül a szervezetbe, eljut a sejtekbe, aktív formát ölt, a DNS-hez kapcsolódik, és átadásra kerül az utód vagy leány sejtekbe. Ez utóbbi a genetikailag károsodottak maradnak, ezek a potenciális rákhordozók, gondoljunk a puska megtöltött csövére. Ez az iniciációs fázis visszafordíthatatlan. Nem tudom kipiszkálni a puskából a töltényt. Nos, a promóciós fázis, tehát az, ami elindítja a folyamatot, hosszabb, akár éveket vesz igénybe, a ráksejt osztódni kezd, a sejtcsoport egyre nagyobb, végül észlelhetővé válik. Ha a körülmények nem kedveznek, erre nem kerül sor, akkor a mai diagnosztikai lehetőségek esetében sok százmillió vagy akár egy milliárd rákos sejt jelenléte, csoportot alkotó megnyilvánulása teszi lehetővé, hogy egyáltalán diagnosztizálni lehessen. És ez a lényeg. Azért is van ott nagybetűvel, a promóciós fázis visszafordítható. Ez az a pillanat,
amikor vagy elősegítem az életmódommal a rák kifejlődését, vagy pedig az életmódommal ebben a stádiumban megállítom, és visszafordulásra késztetem. Adottak a kialakulás feltételei, ez a nagy kérdés ezen a ponton. A táplálkozási tényezők lehetnek promóterek, lehetnek olyanok, amelyek elősegítik a rák kialakulását, és lehetnek antipromóterek, azaz olyanok, amelyek megakadályozzák a kialakulás, sőt segítenek a visszafordulásban. Van a progressziós fázis, az előre haladott ráksejtek csoportja vagy csoportjai elszaporodnak, betörnek a szomszédos vagy távoli szövetekbe, és rosszindulatú metasztázisokat alakítanak ki, áttéteket. Nem tudom, hogy az idővel én hogy gazdálkodok, hogy nem, még van bőven itt átbeszélni való, de itt kénytelen vagyok két történetet elmondani. Azért, hogy egy kicsit az alagút végén a fény is megjelenjen, olyanoknál, akik esetleg családjuk tagjainál, vagy rokonaiknál, szomszédaiknál eféle problémákról tudnak. Nem tudom, ismerőse önök előtt egy könyv, az a címe, hogy ideje van a gyógyításnak. Egy Beata Bishop nevű Angliában élő magyar származású nőről szól, aki hát valamilyen kapcsolatrendszere révén kikerült Angliába és a BBC-nél dolgozott. Egy angol férfivel élt együtt, és hát élte a jóléti társadalmakban megszokott életet. Trópusi országokban is előfordul gyakran, és ette a nem túl egészséges angol kosztot. Ugye zsíros húsokat, félig sült húsokat, stb. És hát a vádlián egyszer csak megjelent egy csúnya kis fekete pötty, aminek a szélei kezdtek behúzódni. Elment a bőrgyógyászhoz, és azt mondta neki a bőrgyógyász, noha vett szövettant, hogy ez bizony melanóma, az egyetlen olyan bőrrákos elváltozás, ami áttéteket alakít ki. Alávetette magát egy műtétnek, jó nagyot kikanyarítottak a vádliából, ezért ettől kezdve nadrágban járt, mert hogy ugye komoly esztétikai károsodást szenvedett, de visszament dolgozni, és abban reményben élte az életét, hogy noha ez egy durva és áttétek kialakítására alkalmas rákos elváltozás, az ő esetében sikerült lokalizálni. 2-3 év elteltével valamiféle csomó megjelenését érzékelte az ágyékában. Hát ebből is vettek biopsziát, megalapították, hogy bizony ez a melanóma egyik szövődménye, metasztázis jött létre. Azt mondta, hogy ő bizony nem engedi többet megműteni magát, mert nem elég, hogy itt esztétikai károsodás szenvedett, még le is sántítsák, ezt aztán már ő nem viseli. Egy bizonyos Max Gerzsonról nem tudom, tetszettek-e hallani. Ez a Max Gerzson a háború előtt kidolgozta a rákos elváltozás életmóddal történő gyógyítását, aztán itt ugye zsidó származású lévén nem volt maradás Európában, kiment Amerikába, ott dolgozott valameddig, aztán meghalt, hát idős ember volt, és a lánya Mexikóban a kaliforniai határ közelében létrehozott egy szanatóriumot, ahol az apjának a hagyományait képviseli, és végstádiumú rákos betegeket fogadnak, olyanokat, akikről a klasszikus orvostudomány már lemondott, akik többszörös áttéteket tapasztaltak, rákos elváltozásokat. És ezek az emberek ott a Gerzson-féle diétának és életmódváltoztatási tényezőknek köszönhetően egészségesnek tűnnek, legalábbis úgy élnek. Nem mindegyiknél történt meg a teljes gyógyulás, de a betegség nem fejlődött tovább. Na ez a Beata Bishop is oda került, és répa levéltől, vagy répa létől kezdve mindenfélével etették, kávésbeöntés, nem tudom, hogy az mire jó, mindegy, ilyeneket. Szóval valamiféle tisztítás és az egészséges sejtek felépítése együttesen folyt. Körülbelül 4-5 hónapot töltött ott, és ez a 4-5 hónap arra volt jó, hogy megtanítsák erre az életformára. Hazatért, és otthon az élettársa
a biokertekben felelhető valamennyi növényi táplálékot túlzás begyűjtötte. A balkon tele volt répával, meg mit tudom én még hol tárolták. És csinálták otthon a leveket, és. Biruló egészségnek örvendett a hölgy, de az a kis gumó az nem tűnt el. Ez azért, hogy a tudat alattiában ott motoszkált és zavarta őt, hogy most akkor ez az egész tortúra, meg ez a nyúlba történő átmenet, ez akkor mit ért. És az orvosa rábeszélte nagy nehézségeken, legalább csak azt a csomót engedje eltávolítani. Hát erre nagy nehezen ráállt. Levitték a patológiára ezt az eltávolított kis csomót, ketté vágták, és egy kötőszöveti burok volt voltak éppen a csomó, és a belseje tele volt elhalt rákos sejtekkel. A csomó maga nem szívódott fel, a szervezet viszont kötőszöveti burkot alkotott körülötte, és megszüntette a táplálék utánpótlást. Mert a rákos sejtek borzasztó agresszívak, és a normális sejtektől is elvonják a táplálékot, hogy nekik jusson. Ezért olyan radikális a fejlődése egyiknek másiknak. Volt nálunk egy amerikai orvos a feleségével. Vendégül láttuk őket, aztán nem volt miről beszélgetni, miután hát nem egy területen élünk. Megkérdezte, akkor jelent meg az újságban egy hír, hogy a rákos daganatokat úgy próbálják megszüntetni, hogy a rákos daganatot tápláló ereket elkötik. És megkérdeztem tőle, hogy mit hallott erről, vagy tud-e erről, és akkor egy hosszú-hosszú, nekem az angol nyelv gyakorlása szempontjából igen jótékony előadásba kezdett, és mondta, hogy sajnos nem működik, mert ezt már én is tudtam, hogy a szervezet, amikor egy bizonyos terület vérellátással nem működik, akkor kollaterálisokat hoz létre, ami azt jelenti, hogy érpályákat fejleszt ki, hiába kötöm el azt, ami azt táplálja, a szervezet a hiányérzet következtében egy párhuzamos érpályát hoz létre, és táplálja tovább. Tehát ez nem jött össze. A szervezet viszont sokkal radikálisabban és eredményesebben oldotta meg ezt a problémát. Tehát ugye itt metasztázisról volt szó, és gyógyulás járt a nyomában, azért értünk itt ki erre, mert hogy a progresszív fázis sem reménytelen állapot. Még egy példát ígértem, ez pedig egy orvosnővel kapcsolatos. Az orvosnő melldaganatot érzékelt magán, elvégezték a kötelező vizsgálatokat, és kiderült, hogy bizony rossz indulatú. Ott hagyta a munkáját, elment valami félreeső helyre, és nyers kosztra fogta magát. Ez nem a nyers koszt melletti propaganda, csak elmondom, hogy mit csinált az illető. Olyan 2-3 hónap elteltével érzékelte, hogy a csomó zsugorodik. Aztán további 2 hónap után eltűnt. Visszatért a régi életformájához, a régi táplálkozáshoz, a hajszolt élethez, a munkájához. Pár hónap elteltével újra megjelent a csomó. Tehát ugye ebből azért az újra elment ugyanarra a helyre, most már 6-7 hónapot vett igénybe, amíg a csomó eltűnt, és megértett egy dolgot, hogy ha valaki egészséges életmóddal kigyógyítja magát ilyen végzetesnek minősülő betegségből, nem térhet vissza az újbóli kialakulás kockázata nélkül a régi életformájához. Szóval a szervezet sejtjei emlékeznek. Emlékeznek a káros beavatkozásra, a karcinogén jelenlétére, és emlékeznek arra is, hogy én életmódváltoztatással próbáltam olyan feltételeket biztosítani, amelyek ezeknek a jelenlétét visszaszorítják. De amelyik pillanatban a régi egészségtelen környezet kialakul, újraéled a rákos, vagy éppen kedvezőtlen elváltozás is. Most nézzük akkor tovább. Hogyan befolyásolja a fehérje bevitel a rák iniciációját? A kevert ezt viseljék el, ezt az egy mondatot, ez nagyon tudományos, de a lényegről szól.
A kevert funkciójú oxidáz enzim nem csak lebontani, de aktiválni is képes az aflatoxint. És a fehérje bevitel szintje határozza meg, milyen irányú működést fejt ki ez a fehérje. Leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy bekapcsolja a rákot, vagy kikapcsolja a rákot. Annak függvényében, hogy milyenek a feltételek, mert hogy ez egy kevert funkciójú. Tud leépíteni és felépíteni egyaránt. És a fehérje bevitel csökkentésével csökken az enzim aktivitás, és megelőzi vagy meggátolja, hogy veszélyes karcinogének kötődjenek a DNS-hez. Nézzük a promóció és a fehérje közötti kapcsolatot. Ugye apró mikroszkópikus sejtcsoportok, fókuszok alakulnak ki, ebből fejlődnek aztán ki a daganatok. A fókuszok fejlődése kizárólag az elfogyasztott fehérje mennyiségétől függ. A bevitt rákkeltő mennyiségétől nem függött. 880 millió kínait vizsgáltak. Ez azért elégséges háttéranyag. A bevitt rákkeltő mennyiségétől tehát nem függött, viszont az alacsony fehérje bevitellel kezelhető a rák. A fókuszok fejlődése visszafordítható pusztán a fehérje mennyiség, az állati fehérje mennyiség szabályozásával. Tehát a szervezet vissza tud emlékezni a korábbi karcinogén inzultusokra, még akkor is, ha alacsony fehérje bevitel segítségével szunnyadó állapotban tartjuk. Ezt igazolta annak a bizonyos orvosnőnek az ecsete. A daganatfejlődést a fehérje bevitel befolyásolni tudja, a fókuszok 10%-os fehérje bevitel szintig nem indulnak fejlődésnek. A 12% az a határ, amikor már borotva élen táncolnak a dolgok, és ha ezt minimálisan is meghaladja az állati fehérje bevitel, beindul a rákkeltő anyag jelenlétében, beindul a rákos elváltozás. Nem minden fehérje egyforma, erről már beszéltünk. Az utolsó mondatot említeném. A táplálkozás manipulálásával a rák ki- és bekapcsolható, és a növényi fehérje bevitelt bármilyen mértékig fokozzuk, nem alakulnak ki fókuszok. Itt a kazeinről esik szó. A kazein tejfehérje, ugye tudjuk, és a kazein az egyik legradikálisabb rákkeltő, arról nem is beszélve, hogy autoimmun reakciók egész sora köthető a kazein jelenlétéhez. Az, hogy a tej életerő egészség, az vicc. Az ember az egyetlen olyan emlős, bocsánat, amelyik más emlős tejét fogyasztja. Meg a macska, hát annak meg az ember adja. Szóval, amikor az elválasztás bekövetkezik, attól kezdve egyetlen állat sem fogyasztja az anyja tejét. A gyerekeknél előfordult már, hogy 3 éves korában vitte a sámlit, mert szopni akart még, de ez már egy egészségtelen érzelmi kötődés volt, és nem annyira a tej szükséglete, mint olyan. Amikor mondjuk reklámokon, itt megint a gondolkodás, látok egy nagyon szép nőt, csak úgy sugárzik az egészségtől, napbarnitott. És ugye a kezében a teljes pohár és a száján a karika, a fehér. Szóval rögtön tudjuk, hogy ha tejet iszunk, ilyenek leszünk. Ez a nő 180 magas, én 150 vagyok, de tudom, ha tejet iszok, akár még 180 magas is lehetek. Szóval megetetnek bennünket ezekkel a szlogenekkel, ezekkel a hamis információkkal, vagy mit tudom én, egy bodybuilder ugyancsak fehér karikával. És ott vagyok én, cérna vékonyan, mondjuk a nyugdíj korhatáránál, és akkor tudom, hogy ha majd fehérjét fogyasztok, állati fehérjét, sőt, tejet iszom hozzá, akkor akár ilyen is lehetek. Még él egy 100 éves bodybuilder, de valószínűleg nem tejen nőtt akkorára, amekkorára nőtt. Na akkor jöjjön a kína tanulmány. Köszönöm a türelmüket, de még egy pár percet igényelnék, mert hogy a kína tanulmány most kerülne elő. Chu Enlai, Kína miniszterelnöke, rákban súlyos metasztázisokkal együttes rákos elváltozásban szenvedett, és úgy gondolta,
hogy az országának még egy óriási nagy jótéteménnyel tartozik. Amerikaiakból, többnyire amerikai tudósokból álló tudós csoportot hívott meg az országába, hogy végezzék el ezt a bizonyos vizsgálat sorozatot. Össznemzeti áttekintést kezdeményezett, itt figyeljük meg a számadatokat, 12 különböző ráktípus 2400 megyére kiterjedően, 880 millió lakos, a lakosság, az akkori lakosságnak, ez 1970-es évek táján volt, az akkori lakosság 96%-a vett részt ebben a vizsgálatsorozatban, 650 ezer egészségügyi dolgozó végezte. Hát, hogy lássunk egy néhány kínait. Milyen megállapítások származtak? A rák nem elsősorban környezeti tényező következménye, és nem is genetikai eredetű. Ezt már hallottuk. A szegénység és bőség betegségeit, ha összehasonlítjuk, a szegénység betegségei hiánybetegségek, a bőség betegségei szoros kapcsolatban vannak a táplálkozási szokásokkal. És ezek többnyire a mértéktelen táplálkozás következményei. Itt ezt a két idősebb urat azért látjuk, mert korszakalkotó felfedezést tettek. Az önöknek jobboldali, ez a Dean Ornish nevű, ő egy nagyon komoly vizsgálat sorozatot vezetett le, és megállapította, hogy a szív- és érrendszeri betegségek visszafordíthatók. A másik, egy Caldwell Biesenstein nevű, ugyancsak megalapította. Annyi a különbség, hogy az egyik a nyugati parton, a másik a keleti parton, és egymástól függetlenül. A napbarnította úriember őszhajjal, ő az 1952-es olimpián aranyérmet nyert evezésből, de az ő kutatási eredményei a gyakorlatban sokkal látványosabbak voltak, mert egy alkalommal az egyik kollégája kereste meg, anginás panaszokkal, kardiológus volt, szívspecialista, sőt napi rendszerességgel több bypass műtétet hajtott végre, és anginás fájdalmak törtek rá, amikor egy fáradtságos munkával telt nap után az irodájában leült. Felkereste a kollégáját, és mondta, hogy anginás fájdalmaim vannak, de nem szeretném, hogyha bypass műtétet hajtanának végre rajtam. Ismerem ennek a beavatkozásnak az árnyoldalait, köszönöm, nem kérek. Azt hallottam, hogy te foglalkozol olyan jellegű vizsgálatokkal, amelyek a szív- és érrendszeri elváltozások természetes úton történő visszafordítását tűzték célul. Tudnál-e rajtam segíteni? Megvizsgálták ilyen angiogramot végeztek, tehát vérfestéssel megalapították, hogy a szív koszorerei milyen állapotban vannak, és a baloldali leszálló ág szinte teljesen elzáródott ennél az orvosnál. Özvegycsinálónak nevezik ezt, mert ha ezen a területen mondjuk a vérellátás hiányában szívizom elhalás következik be, akkor az végzetes. 2,5 év alatt radikális életmódváltoztatás eredményeképpen ennek az orvosnak olyanok lettek a koszorú erei, mint a ma született gyermeké. Tökéletesen átjárhatóak, rugalmasak. Úgyhogy meg is jelent publikáció formájában, és ennek a Caldwell Biesenstein-nek egy könyve is, itt Magyarországon mi lefordítottuk, csak nincs kiadási jogunk rá, és hihetetlenül látványos gyógyulási eredményeket produkál ez az ember pusztán életmódváltoztatással. Ezt a kollégáját úgy megkínoszta, hogy avokádót sem ehetett, dióféléket sem ehetett. Ugye az elképzelés az volt, hogy amit a szervezet felépített rossz helyre, ha ezt a táplálék féleséget megvonjuk, akkor oda nyúl majd a szervezet, ahol van. És ha ez az érfalakon található, akkor onnan fogja elvenni, mert ugye a sejthártya és a nemi hormonok kialakításához szükség van koleszterinre.
Hát itt a cukorbetegség is előkerült, a metabolikus szindróma, a rákos megbetegedések felsorolásszerűen jelennek meg ezen a dián, és itt pedig szintén a bőség betegségeinek sorában a vastag és végbélrák, ami ugyancsak táplálkozási problémára vezethető vissza. Tehát ezekről ennyit, és akkor még egy történettel tartozom, igyekszem nagyon rövidre fogni. Mi az akadálya az életmódváltoztatásnak? Részben utaltam rá, ha valamivel nem tudok tudatilag és érzelmileg azonosulni, azt elutasítom. Itt mondjuk most előkerült néhány táplálkozástudományi szempont. Nem tudom, hogy kiben kezdett kialakulni a berzenkedés, az ellenállás. Na hát én ugyan, dehogy is. Szóval ismerjük magunkat, én is magamat, ez már aztán túlzás, hogy még avokádót se, és még olajos magvakat se. Hát hogy képzelik? Majd átmegyek fűevőbe, meg mit tudom én. Volt egy ilyen alkalom, és egy kevésbé kulturált hölgy egyszer úgy feltette a kérdést. Hát akkor mit tegyünk, éhen dögöljünk? Húztam be a nyakam, erre nem válaszoltam. Na mindegy, a lényeg a történet. Mi az akadálya? Beszéltem arról korábban, hogy van egy bizonyos szervünk, ami megfoghatatlan, úgy hívják, hogy lelkiismeret. És a lelkiismeretünk akkor szólal meg, amikor az általunk igaznak és helyesnek tartott dolgokkal ellentétes utakra tévedünk. És megjelent egy nagyon érdekes elbeszélés, egy neve nincs, hát én legalábbis nem ismerem, ebből persze nem következik, hogy mások nem ismerik, egy Szaltykov-Csedrin nevű orosz elbeszélő írt egy igen-igen frappáns, érdekes elbeszélést. Nem nevezi az elbeszélésen belül soha nevén a lelkiismeretet, de az egész erről szól. És a következő leegyszerűsítve a történet. Egy részeg ember botorkál az árokparton, és megtalálja ezt a bizonyos holmit. Kézbe veszi, és attól kezdve nem akar a kocsmába menni. De hát ugye a megszokás, a beidegződés nagy úr egyszer csak ott találja magát a kocsma előtt, és már korábban megfogalmazódott bennem, miatt még felvette volna a gondolat, hogy ha ezt odaadja a kocsmárosnak, ez egy ilyen harácsolós kapzsi ember, ez majd lecsap rá, és lehet, hogy egy pár kopejkát ad, és ezen én tudok vodkát venni. Hát tényleg be is jött a számítása, olyan félszegen, nem tudtam most mit csináljon, érezte, hogy ő most rossz helyen van, rossz időben, de a kocsmáros észrevette nála ezt a cuccot, és lecsapott rá. Attól kezdve megőrült. Odaállt az emberek elé, megkerülte a pultot, emberek menjenek haza, lőrét mérek. Különben is miért hordják ide a pénzt, amikor a családjuknak szüksége van rá? Menjenek el innen. Hát az emberek visszahúzódtak, mert azért ugye ezeket a notórius iszákosokat elég nehéz kisöpörni a kocsmából. Úgy látták, hogy ez az ember megbolondult. Van egy, ez az én cinikus szövegem, egy dolgot nem vesz figyelembe az elbeszélő. Ha asszony kezébe kerül ez a holmi, nem hat. Mert a kocsmáros kézbe vette, kocsmáros felesége kézbe vette, és semmi hatás. Hát úgy gondolt, hogy a férjét meg kell szabadítani ettől a holmitól. Elvitte a piacra. Hát gondolta, hogy a piacon sokféle ember sürgölődik, és ott van a piacfelügyelő, aki egy borzasztó ronda, unszimpatikus alak, mert mindenkinek a portékájához hozzányúl, meg belemarkol, meg megsarcolja őket. Volt egy hatalmas nagy köpeny rajta, mint ki tudja hány zseb, olyan, mint a rendszerváltás előtt a román vámosok, ilyen borzasztó nagy köpenyekben jártak, és a belső zsebekben nejlon, harisnya, paprika, mit tudom én, mi minden tűnt el. Na hát ez is olyan volt, ez a bizonyos piacfelügyelő. Belenyúlt a babba, lencsébe, szóval ami aznap kellett az asszonynak otthon, azt mind ingyen és bérmentve elvitte. Időnként megcibálta a muzsik szakállát, sőt volt, amelyik kizsarolt valami nagyobb összeget, hát egy muzsiknál akár 15 kopejka is annak számított, és belecsempészte az egyik zsebbe, ami még üres volt. Hát ettől kezdve a piac felügyelőnek nem volt dolga. Nem akart senkinek a holmiához hozzányúlni, nem markolt bele senkinek a portékájába, és a muzsik szakállát sem akarta megtépni. Hazament. Az asszony azt mondja neki, hogy hát mi az, hogy ilyen korán hazajöttél? Hol van a lencse, hol van ez az amaz? Nincs, hát nem hoztál, úgyhogy nem hoztál. Bezárt a piac, vagy mi van? Mintha meg se hallotta volna ez az ember,
azt mondja, hogy figyelj anyjuk, arra gondoltam, hogy a város szegényeinek valami szeretett vendégséget kellene szervezni. Na, az asszony gyanút fogott, ez nem lehet normális. Te, és figyelj, de a múltkor elvettem a muzsiktól azt a 15 kopejkát, vissza kéne adni. Az asszony megszerezte ezt a holmit, és feladta postán. Mégpedig az uzsorás címére. Amikor meghozta a postás, az uzsorás éppen a kamatos kamat számítására tanította az unokáit. Korán kell kezdeni. És a történet úgy folytatódik, hogy mindenki adja tovább, 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 mert senkinek nem kell. Nem kell nekünk az a láthatatlan és meg nem fogható szervünk, amelyik figyelmeztet arra bennünket, hogy most begyűjtöttünk egy csomó információt. Ezek igazaknak tűnnek. Kísérletileg, vizsgálatilag igazolt dolgok. De hogyha én ezeknek az elveknek ellenében cselekszem, akkor ez a holmi majd megszólal. Mit csinálok akkor? Egy példát említenék a frappáns jellege miatt a Bibliából. Azt mondja a damaszkuszi út történéseiről, az a Pál apostol, aki ott pálfordulást élt meg, egy beszélgetésben, egy a neki megjelent Krisztus és közte lezajló beszélgetésben jelenik meg ez a nagyon szemléletes kép. Azt mondja, így hangzik a mondat, nehéz néked az ösztöke ellen rugódozni. Mi ez az ösztöke? Hát a lelkiismeret. És érdekes megfigyelni a pontos fogalmazást, nem azt mondja, hogy nem lehet, hanem azt mondja, hogy nehéz. Mi történik, ha én az ösztöke ellen rugod? Mi az ösztöke? Hát önök itt inkább vidéken élnek, mint én, bár most már én is vidéki vagyok, de én az aszfalton nőttem fel. Bűntösték a tájénfal. Hát így van, én mondjuk egy ilyen definíció szintű megállapításban összegeztem. Nehezen kezelhető, durva, vastagbőrű, engedetlenséghez szokott állatok noszoktatására alkalmas eszköz. Behelyettesítheti ki, amivel akarja, tehénnel is akár. Mi történik, hogyha én mondjuk bögdösök egy lágy, egy érzékeny részen valakit vagy valamit? Hogyha szembe megy vele, akkor először kisebesedik, és utána egy kis tarjagosság keletkezik ott, ami azt jelenti, hogy szövetburjánzás. Azt meg már hiába bögdösöm. Olyan ez, mint amikor mondjuk fölásom a kertet, és feltöri az ásó a tenyeremet, vízholyag jön létre, én okos fejemmel kiszúrom, beszárad, és ott vastagszik. Minél inkább irítálja az ásó, annál vastagabb lesz, olyan vastag lesz, hogy már nem is érzem, hogy a kezemben van valami. Hát így működik a lelkiismeret is. Ha valamit megértettünk, és igaznak bizonyul, de szembe megyünk vele, és nem akarunk igazán okulni belőle, egyre halkabban fog szólni, mert vastagszik a bőr. Tehát a gondolkodás művészetét újra elveszítjük. Mert szembe megyünk a józan ítélőképességünkkel, és nem hajlunk azokra az ösztönzésekre, amelyek pedig próbálnak bennünket összhangban tartani a jól felfogott érdekünkkel és a meggyőződésünkkel. Tehát ez a szendvicsnek a másik része. Az elején elmondtam, hogy hogyan működik a gondolkodás, a végén elmondtam, hogy hogyan lehet szembe menni. Elhangzott jó néhány tényezőit, az egészségünket, a civilizációs betegségektől való szabadulásunkat is lehetővé tevő jó néhány tényező, lehet szembe menni vele, lehet a régi megszokásokhoz ragaszkodni, a konzekvenciák persze megjelennek, de lehet változtatni, mégpedig az egyre erősödő és az egyre hatékonyabbá váló gondolkodás segítségével.